mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok! Én a Zoo direktor vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai nap Komodo varánusnak fogunk építeni egy kifutót. Amint láthatjátok, egy része már elkészült, ennek teljesen egyszerű oka van, elfelejtettem bekapcsolni a felvételt. Úgyhogy gyorsan elmondom, hogy eddig mi épült. Tulajdonképpen egy rönkökből készült, nagyjából 50-80 centire megemelt épület készült, ami a belső részt fogja majd adni, egy fedett részt fog adni a varánuszoknak. Egy része csak a gondozóknak elérhető, egy része pedig üvegen keresztül a látogatók is betekinthetnek. A különlegessége ennek a kifutónak, hogy nem rács lesz, fogja kijelölni a határokat és körbevenni, hanem tulajdonképpen a talajt emeltem meg oly módon, hogy az állatok ne tudjanak megszökni. Igazából ezt az Ausztrália állatkertben láttam, arról néztem egy videót is, hogy ők hogyan tartják a komodói varánuszokat, és nagyon megtetszett, és gondoltam, hogy ez egyszerűen elkészíthető a Planet Zoo-ban is, úgyhogy egy ilyet csináltam ma nektek. Érdekessége még ennek a kifutónak, hogy ugye van egy emelt terasz rész, ahonnan fölülről lehet megtekinteni az állatokat, illetve két üvegbetekintő, ahol testközelben lehet gyönyörködni ezekben az állatokban. Szerettem volna ezt is trópusivá, de nem túlságosan sűrűvé tenni, és túlságosan dús növényzetűvé, hiszen ezek az állatok rengeteget mozognak. Amint látjátok, kicsit bajba voltam azzal a mozgástérrel, amiük van, illetve amire képesek elmenni, hiszen rengeteg tereptárgyon nem tudtak fölmenni, úgyhogy kellett vele egy picit játszani. Ezeket a trópusi sziklákat használtam, illetve az Aquatic Parkban lévő műszikla kis darabkákat használtam arra, hogy dekoráljam a tavat. Amint láthattátok, ez így gyakorlatilag egészben érkezett, ezt egy másik kifutóban, méghozzá Gorilla kifutójában készítettem el, és onnan hoztam át. Azért nem mutattam meg, hogy honnan, mert aznak az építését majd egy későbbi videóban fogjátok látni. Megéri megnézni, mert igazán gyönyörű lett. Szóval használtam bambuszokat, és mindenféle olyan őshonos, mint az élőhelyükön, Ázsiában őshonos növényt, ami között jól érezhetik magukat. Kerül majd egy rács is ide erre a hátsó részre. Itt leszeparálhatóak lesznek az állatok, ami nagyon fontos, hogyha esetleg verekedés, vagy bármi olyan lenne, miatt el kell szeparálni az állatokat. Igyekeztem itt is realisztikus lenni, és egy olyan kifutót építeni, ami akár a valóságban is tudna működni. Remélem, hogy láttátok az előző videókat, szerintem nagyon, nagyon szuperek lettek, ugye a karcarvú antilop, illetve a gaviál kapott gyönyörű szép kifutót, ha még nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek meg. Hagylak is titeket a gyorsépítéssel, szokás szerint végig jön egy kis film, amiben megmutatom, hogy milyen az elkészült kifutó. Érdemes addig várni és megnézni. Ne felejtsetek el kommentelni, lájkolni, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Úgyhogy osszátok ezt meg velem bármilyen formában. Nem sokára jön a következő videó, addig is sziasztok!